Egy, két, há, rúg és rúg, egy, két, há, rúg és rúg, egy, két, há, rúg és rúg, egy, két, há, rúg és köszönöm. Közös tanulásra várták néhány napja a szalontáncok iránt érdeklődőket Bátaszéken. A Táncolj velünk névre keresztelt programsorozat negyedik állomása volt ez. Próbáljuk a kínálatot színessé tenni. Az elmúlt esztendőben például a latin táncokat mutattuk be, és a dolce dance-esek voltak azok, akik mindhárom alkalommal kicsit fölforrósították még itt a nyári hangulatot az Árpád utcában. Ebben az évben egy kicsit vegyes lesz. Az első alkalommal két héttel ezelőtt moldvai táncokat lehetett ropni, tanulni, azokkal lehetett megismerkedni. A Juhos együttes volt a vendégünk, és ők tanították a táncokat. Most ez a mai alkalom talán egy kicsikét kakuk tojás, de mindenféleképpen szerettük volna megmutatni azt a bátaszéki csapatot, amelyik hónapokkal ezelőtt elkezdte a munkát, és a szalontáncokkal ismerkednek minden héten kedden este a Petőfi Sándor Művelődési Házban. És Gál Lacit, a táncoktatót és a feleségét Dórit megkértük, hogy jöjjenek el, mutatkozzanak be, hát ha lesz még kedve esetleg néhány párnak vagy embernek csatlakozni ehhez a csapathoz. Két hét múlva pénteken pedig Pécsről érkeznek vendégeink, és a roma táncokat fogják megmutatni, és szerintem az is egészen forró hangulatú lesz. No de ne rohanjunk ennyire előre az időben. Térjünk inkább vissza a legutóbbi szalontáncos esthez, na és persze a szalontánc és a bátaszékiek kapcsolatához, mert hogy egyre többen űzik ezt a mozgásformát a városban. Beindult egy tánciskola a Művelődési Házba, és olyan kedvet kapott egy másik baráti társaság, hogy ők is indítottak egyet. Ők úgy kérték, hogy nyári szünet legyen, hisz most ugye nyaralások meg egyéb programok közbe jönnek így nyáron, de ősztől, mikor megjön a rossz idő, akkor ismét folytatjuk egészen tavaszig. Tulajdonképpen a Művelődési Házba ez a tánciskola úgy indult be, hogy az egyik hölgy, aki oda jár, tudni kell, hogy ők felnőttek. És látott egy nagyon érdekes riportot egy TV csatornán, hogy csináltak két nagy csoportot. Ugyanolyan létszámmal, átlag életkor ugyanaz volt, idősebbekről volt szó, és az egyikkel csak sportos életmódot éltek, és a másik csapattal meg csak táncoltak. És csináltak egy felmérő tesztet, különböző mozgás és reflex és egyéb más felméréseket, és egy pár hónapon keresztül érték ezt az életmódot, és utána újra megcsináltatták a tesztet, és kiderült, hogy azok, akik a sporttal foglalkoztak, azok stabilan tartották az eredményeket, akik viszont táncoltak, azok nagyon sokat fejlődtek. Kevesen tudják, de kutatások bizonyítják, hogy azok az idősek, akik rendszeresen táncolnak, jobb memóriával rendelkeznek, mint az otthonülő társaik, vallják ezt a bátaszéki szépkorúak is. Ők maguk is mondták, hogy észrevették, hisz amikor egy-egy tánchoz hozzátartozik 5-6-8-10-15 figura, akkor ezt meg kell tanulni, meg kell jegyezni, és a táncban nincs olyan, amikor most leülünk és megbeszéljük, hanem ezt a partnerrel éreztetni kell, hogy mit is szeretnénk. És ezt át kell vinni. És tudjuk, hogy a táncban a férfi vezet. Szoktam is mondani férfi társadalmak, hogy sokat táncoljunk, mert ez az egy dolog, ahol mi vagyunk, akik vezetünk. Össze tudja hozni a párokat, ismerősöket, jó baráti társaságban. És van itt olyan férfi táncosunk, aki soha életében nem táncolt, de nagyon jó focizik. És most már ott tartunk, hogy ő figyelmezteti a feleségét, hogy drágám, nehogy elkésünk, mert kezdődik a tánciskola. Tehát nagyon meg lehet szeretni.